Anna, kérem, vigye Esztert Ferenci kisasszonynak. Az Anna a felség. Hivatott úrnőm. Ida, kedves, kerülj beljebb. Nagy örömhírt kaptam, ma megérkezik a volólovam. Hisz ez nagyszerű felség. Igen, valóban örvendetes. Még van egy kis időm Lobcsabáró érkezéséig, ezért arra gondoltam, beszélgessünk egy kicsit a magyar irodalomról. Örömmel, felség. Szobámban épp Petőfi Sándor verseit olvastam. Remélem nem bánja, ha ezt magammal hoztam. Hiszen tudod, mennyire szeretem. Épp mely költeményeit olvastad? Mindkettőt jól ismeri, felséged. Az egyik a szeptember végén, a másik 19. század költői. Hát persze, ismerem és nagyon szeretem mindkettőt. Mi eltérő versek ezek? Az egyik egy szerelmes vers, a másik forradalmi. Be kell vallanom, rég olvastam már mindkettőt. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hó takar el a bércitetőt. Szép vers, de mégis oly szomorú. Ezt Koltón írta a költő, ugye? Igen, a mézes hetei alatt. Elhull a virág, eliramlik az élet. Bús gondolatok ezek egy nászúton. S rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet? Ifjú embernek így körülmények között nem szabadna azon gondolkodnia, hogy felesége vajon újra férjhez megye, ha ő már nem lesz. De mégis egy fájdalmasan szép szerelmi vallomás ez. Ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret. Micsoda tehetség? Túl korán távozott. Na de térjünk át a másik versre, Ida. Nem soká érkezik Lobcsabáró, és Avuló is bármikor. Ki az? Mi a baj, Anna? Tán csak nem a Valeri lányommal történt valami. Ne aggódjon, felség. A fenséges főhercegnő táncórája még tart. Egy szóra, úrnőm, a pesti barátnő most írt a levelében, hogy a fővárosi kelmekereskedők fejvesztve rendelik a lila színű selymeket, hogy a főúri hölgyek a királyné legkedvesebb színében jelenhessenek meg a januári udvari bálon. Ó, igen, ezt én is hallottam. Fehér csipkék s lila szín selyme. Sőt, az egyik divatúság azt írta, a lila a királyné modern színe. Ó, hogy mivel foglalkoznak? 4 óra múlt. Már biztosan az ajtóban várakozik a főudvarmesterem, kéretem. Felség, köszönöm, hogy ma is fogad. Üdvözlöm, kedves báró. Mi jót hozott ma nekem? Nos, bevallom, szomorút is, de szépet is, nemeset is. Ha megengedi, a szomorúval kezdeném. Meghozták Shadow kutya a márvány sírkövét. Ó, az én okos, hű, négylábú társam. A holnap reggeli sétám után megnézem a sírkövét. Ha megengedi, felség, akkor folytatnám. A tegnapi és a mai postával 3 újabb esendő kérvény érkezett, így karácsony táján egyre nagyobb a nyomor, ami enyhítést kíván. Valamint tervben van egy díszebéd itt felséget születésnapján. Kiket hívhatok meg? Férjemet, gyermekeimet, Festetics Mari grófnőt, Idát, Kornis Mari grófnőt, és természetesen önt is szívesen látom, kedves báró. Köszönöm, felség, a megtiszteltetést. Kitűzték a budai udvari bál időpontját január 8-a, ő felsége a király kérésére. Valamint megkaptam Jókai Mór koszorús írónk levelét, hogy legújabb regényét, melynek címe az Élet komédiásai, és felségednek ajánlotta, szeretné személyesen átadni. Megfelel a bál időpontja. Jókait pedig
A januári dinerek és az udvari bál hajszája után fogadom, amikor már el tudjuk kezdeni olvasni a regényét Idával. Hívhatom január valamelyik utolsó napjára? A január 30 megfelelő lesz, köszönöm. Felség, azt hiszem a mondandóm végére értem. Köszönöm, kedves báró, de még várjon ön. Magam is összeírtam fontos elintézni valókat. A tervek szerint december 29-én elhagyjuk szeretett Gödöllőnket, és beköltözünk a budai palotába. Születésem napjára küldött jó kívánságokat kérem fogadja, és majd Budán megválaszoljuk. Majd férjem eldönti, kik fogadják az újévi jó kívánságokat a nevünkben Budán. Karácsony alkalmából segélyekre és ajándékokra pénzt adományozok saját magánpénztáramból. Az államvasúti gyári munkások gyermekeinek 50 forintot, a budapesti szegényeknek 2500 forintot, a gödöllői szegényeknek pedig 200 forintot, és elolvasom az olyan érkezett kérvényeket is. Hiányoznak még karácsonyi ajándékok családom és udvartartásom tagjai számára. Összeírtam, mit kell még beszerezni. A karácsonyi édességlista, felség, már kész. Küldhetem Kugler Henriknek? Igen, kedves báró, megköszönöm. Idén is szeretném Kugler díszeivel és aranypapírba csomagolt almáival díszíteni Valéri karácsonyfáját. Felség, vannak hírei Deák Ferencről? Vannak, de sajnos nem jók, egyre gyengébb. Remélem, mi hamarabb felépül. A hazának nagy szüksége lenne a bölcs tanácsaira. Engedelmével, felség, távozom, ez a sok tennivaló nem tűr halasztást. Főudvarmesterem, köszönöm fáradozásait. Ida, kedves, hol hagytuk abba? Ó, igen. A második versnél, 19. század költői. Á, igen. Valahol azt olvastam, hogy ez a vers Petőfi Ars poétikája. Valóban. A költő és a költészet feladatáról szól. És Petőfi szerint a költő feladata vezetni a népet úgy, ahogy Mózes vezette népét Kánaán felé. Olyan erőt sugárzó költemény ez. A vége pedig felemelően ünnepélyes. Aki vállalja a lángoszlop szerepét, annak hálás lesz az utókor. Egészen forradalmi hangulatba kerültem. Milyen furcsa az, hogy itt vagyok én, Erzsébet, akit a sors egy egész birodalom uralkodó néjának szánt, és mégis ennyire megértem Petőfi gondolatait. Azt hiszem, felség, ha Petőfi élne, örömmel hallaná felséget szavait. Jól tudom, Ida, hogy a költő szerelmes volt a gödöllői jószágigazgató lányába? Igen, menjen ki Bertába. Sajnos a lány édesapja ellenezte a fiatalok kapcsolatát. Végül Bertát el is tiltotta a költőtől. Ez igen sajnálatos. De ennek a gyengéd érzelemnek köszönhetjük a Szeretlem gyöngyei kötetet. Olvashatnánk valamikor abból is, mondjuk a... Talán a komor nem érkezett vissza. Ki az? Jöjjön! Megérkezett a lovam, Anna? Igen, felség, most vezetik be az istállóba. Legközelebb innen folytatjuk, Ida, köszönöm. Most lemegyek megnézni a volót. Anna, kérem, segítsen átöltöznöm lovagló ruhába. Azonnal, felség.